Péter első levele, első rész, címzés, üdvözlés. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Biténia szorványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint, a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre, kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Isten magasztalása a hívők reménységéért. Áldottam Júrunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtenem és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kisé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről, és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött szent lélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Szentek legyetek! Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok, mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, ti is szentek legyetek egész magatartásotokban, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, szent félelemmel éljetek földi vándorlásotok idején, tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelenti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igény által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Péter első levele, második rész. Épüljetek fel lelkihezzá levetve tehát minden gonoszságot, minden elnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága, ti magatok is, mint élőkövek épüljetek fel lelkiházzá, szent papságá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és megbotránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének, ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva a dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, és a jót cselekvők megdicsérésére, mert Isten akarata az, hogy jó cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. A szolgák kövessék Jézus példáját, Tíz szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is, mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sírelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűrítek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűrítek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében, hiszen erre hivattatok el mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg mert olyanok voltatok, mint a tévegő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Péter első levele, harmadik rész. A házastársak becsüljék meg egymást. Ugyanígy ti asszonyok engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük maga viselete szavak nélkül is megnyerje őket, felfigyelve Istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, így díszítették magukat, engedelmeskedtek férjüknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és Urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jót tesztek és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől, és ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg neki a tiszteletet, mint örökös társatoknak is az élet kegyelmében, hogy imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Cselekedjétek a jót álhatatosan. Végül pedig legyetek minnyáján egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak elnokságot, forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet, mert az úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra, de még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, sem meg ne rettenjetek. Ellenben az urat, Krisztust tartsátok szennek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet ezt pedig szeléden és tisztelettudóan, jó lelki ismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való példás életeteket, mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Krisztus halálának és feltámadásának gyümölcse Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott tesz szerint, de megelevenítetett lélek szerint, így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelmesen várakozott Nói napjaiban a bárka készítésekor, ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vizenát. Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelki ismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe, Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Péter első levele, negyedik rész: Isten akarata szerint éljetek. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak hanem Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbizolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Azért csodálkoznak rajtatok, sőt káromolnak titeket, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába, de számot fognak adni annak, aki készen áll ítélni élőket és holtakat, mert a holtaknak is azért hirdettetett az evangélium, hogy megítéltessenek ugyan, mint emberek testben, de éljenek Isten szerint lélekben. Isten kegyelmének jó sáfárai, mindenek a vége pedig már közel van, legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok, mindenek előtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymás iránt vendégszeretők, zúgolódás nélkül, amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jósáfárai, ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéjét, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen! boldogság Krisztusért szenvedni. Szeretteim, a szenvedést üze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne csodálkozzatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket, sőt, amennyire részesült a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel, mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet Istenháza népén, ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem engedelmeskednek Isten evangéliumának, és ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát Isten akaratából szenvednek, azok is ajánlják lelküket a hűteremtőnek, és cselekedjék a jót. Péter első levele, ötödik rész. Presbiterek és ifjak intése. A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertás és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese, legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak, és amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját, ugyanúgy ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, el, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Istennek gondja van rátok. Alázzátok megtehet magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög mint ordító orosznál jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok neki ellen a hídben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Befejező üdvözlések, áldás. Szilvánusz által, aki, mint gondolom, hűséges testvéretek, röviden írtam, bátorítva titeket és bizonyságot téve arról, hogy az az Isten igazi kegyelme, amelyben álltok. Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet és Márk, az én fiam. Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával, békesség minnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok.